A Diák Olimpiának jelenleg a legmagasabb korcsoportja, az úgynevezett hatodik korcsoportnak a küzdelmei zajlanak. Ez egyben városi és megyei döntő is. Mondhatom azt nyugodtan, hogy sajnos, hiszen győri csapatokon kívül, győri iskolákon kívül nem nevezett más. Ez valószínűleg annak is betudható, hogy a Győrben a kézilabda képzés magasabb szinten van, mint bármelyik városban. És hát innen az első és a második helyzet jut tovább majd az országos elődöntőbe, ami majd január elején lesz, és január végén lesz az országos döntő ennek a korosztálynak Dunaújvárosban. Ugye, hogyha visszamegyünk egy kicsit a múltba, akkor te az utánpótlásban dolgoztál régebben, sőt, ugye hát innen lettél aztán te később felnőtt edző. Hogyha mondjuk 5-10 évet visszamegyünk, akkor a mostani hasonló korú fiatalok azok milyen szinten vannak? Tehát milyen állapotban van most az utánpótlás, milyen a felhozata? Én azt gondolom, hogy látszik a felnőtt mezőnyön is, és természetesen ez vetítődik lefele, az alsóbb osztályok egy komoly színvonal romlás van, lényegesen kevesebben foglalkoznak a kézilabdával, egy bizonyos edzőgeneráció elhagyta a kézilabdát, vagy azért, mert kiöregedett, sajnos voltak olyanok is, akik elhaláloztak, és igazából nem nagyon van olyan, aki a helyükre lépne. Az egész magyar kézilabdázásban komoly színvonalesés van, ez az utánpótlásnál négyzetre emelve jelentkezik. Sajnos a férfi vonalon még inkább, hiszen az elmúlt időszakban nagyon komoly sebek érték a férfi kézilabdát, és hát ennek a következménye tulajdonképpen a Diák Olimpiai versenyeken is látszódik. Az első lépés az mi lehetne ahhoz, hogy itt visszálljon az a színvonal, ami jellemző volt, illetve az utánpótlásra azt mondhassuk, hogy ez teljesen rendben van? Én azt gondolom, mindennek a lényege a pénz. Tehát azért komoly pénz szállt ki a versenysportból, és sajnos az utánpótlás nevelésből is. És amíg nem lesz megfelelő anyagi háttér, addig nagyon nehéz lesz ezt újraéleszteni, illetve hát meg kéne becsülni az utánpótlással foglalkozó szakembereket anyagilag is, és erkölcsileg is. Ez a legnagyobb gond, hogy igazából ez hiányzik leginkább. Sajnos olyan helyeken is, ahol viszonylag elfogadható anyagi feltételeket között dolgozik a felnőtt csapat, az utánpótlással ott se igazából foglalkoznak. Ez alól üdítő kivétel, és talán egyedüli az egész országban az, ami az Audi Etónál folyik, ahol az utánpótlás nevelése és maga az utánpótlás menedzselése ugyanolyan szinten folyik, mint a felnőtt csapaté. Hogyha rövid időn belül nem változik semmi, akkor az így lesz, hogy az Eto keretébe felkerülnek majd az utánpótlásból játékosok a legjobbak, akik pedig nem ragadnak meg ott, azok majd feltöltik az NB1-es mezőnyt, mert most nagyjából ez a helyzet. Jelen pillanatban ez a helyzet, tehát egyértelműen így van. Sajnos az elmúlt években a magyar utánpótlás nem tudja ellátni ezt a 12 NB1-es csapatot megfelelő szintű olyan játékossal, aki felnőttként ezekben a csapatokban helyet tudna állni. Ez tragédia, tehát ez jelzi, hogy problémák vannak. Válogatott szinten, tehát utánpótlás válogatott szinten is borzasztó kicsi az a létszám, amiből ki tudunk választani, és ebből a kis létszámból is nagyon kevesen ütik meg a nemzetközi szintet. Tehát bár én több fórumon jeleztem már az MKS-be is, és mindenhol, hogy baj van, igazából nem akarják elhinni, hiszen mindig sikerül egy-egy kiemelkedő eredményt elérni, vagy a felnőtt válogatottaknak, vagy a klubcsapatoknak, vagy egy-egy utánpótlás válogatott, és ez egy mentség számukra, hogy hát nem kellene egy károgni, hát jönnek itt az eredmények, holott ezek általában valamilyen kiemelkedő szakmai munka eredménye, kiemelkedő edzői munka eredménye, vagy kiemelkedő menedzseri munkának az eredménye.